mindegy. Szabad az Isten dicsérni? Szabad. Szabad a pásztorok, mi időn Betlehembe csordát őriznek, éjjel a mezőben. Kántálók kérnek bebocsájtást egy szegény paraszti házba, ahol a karácsonyi környezetet a kornak megfelelően alakították ki. Fenyőfa helyett különböző termőágak, kereszt, kegykép, alma, dió és az asztal alá helyezett gazdálkodó eszközök adták a körítést az ünnepi hangulathoz, amely a múzeumpedagógus szerint nem is hasonlította a napjainkban megszokotthoz. Azt gondolom, hogy egészen másak voltak a karácsonyok. Ott igazából a közösségről, egymás kezének megfogásáról és egy nagyon csendes várakozásról beszélhetünk. Annak idején az öregek megszólták azokat, akik advent idején hangos szóval mulatoztak, vagy legalábbis megpróbálták még egy kicsikét ezt a vidám hangulatot megidézni vagy megtartani. És hát a várakozás, ők azt mondták, hogy ki kell, hogy suruljuk egymás lelkét egy picikét, hogy oda újra megszülethessen a megváltó. Ennek lényében nem a hatalmas nagy hangzavar és a sok-sok ajándékcsomag volt a lényeg, hanem az a bizonyos újjászületés és megszületés, amit minden évben újra és újra megidéztek, felidéztek, és azt gondolom, hogy a hit az áthatotta ezeket a napokat. Mi egy picikét megpróbáltuk ezt a csendes karácsonyi készülődést itt felidézni a Sóstói Múzeumfaluban. A Múzeumfalu református templomában egy betlehemes játékot is megtekinthettek az érdeklődők. Tisza Csabáról érkeztünk, Kárpátaljáról, és a meghívást, amit megkaptunk a hónap elején, nagy örömmel fogadtuk. A hagyomány nálunk az élő hagyomány, a betlehemezés, tehát nem igazán kell tanítani a gyerekeket erre, mert apáról, fiúról, nagy testvére szállnak ezek a betlehemezési szokások, és nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk ide erre a mai napra, és hogy el tudtunk ide érkezni. Juhászik, bajtásik,